Ezeket a döbbenetes felvételeket a Hortobágyi Nemzeti Park tette közzé. Bár a képek sokkolóak, a leégett területen kimutatható természetvédelmi értékek pusztulása a rendelkezésre álló adatok alapján szerencsére minimális. Sőt, a park igazgatósága úgy fogalmazott, a természetben nincs kár haszon nélkül. A tüzek kialakulása során élőhelyüket vesztett vagy legyengült sáskákat és mezei pockokat fogyasztó, fokozottan védett fajok is megjelentek azóta. 25-30 fehér gólya, 4 hambas réti héja, egy-egy parlagisas, kerecsen súlyon pusztai ölyv és számos más madárfaj táplálkozik a helyszínen. A környéken dolgozó pásztorokat azonban nagy kár érte. Az élénk szeles időjárásban a lángok nagyon gyorsan terjedtek, 265 hektár felületet emésztettek fel. A tűz július 7-én keletkezett, és a szakszerű gondos beavatkozás ellenére is csak 14-ére hárult el a közvetlen veszély. Ebben ez a kocsi is szerepet játszott, amelyből mindössze 3 van az országban, Székesfehérváron, Szegeden és Nyíregyházán. A dupla fülkés páncélozott jármű speciális oltástechnikai elemekkel is rendelkezik, így például orrmonitor, önoltó képesség, valamint ultramagas nyomású berendezést teszi erősebbé. Ez a Commodore S3-as típusú jármű, ez országos riasztású, mindenféle terepen jól tud mozogni, és jelentős mennyiségű 7000 liter visszaállítására is alkalmas, és a Hortobágyon szükség volt ezen erőeszköz bevezetésére. De más esetekben is szükség volt már a páncélozott járműre és a szabolcsi tűzoltó egységekre. A hatalmas szárazság miatt ugyanis országosan, különösen a keleti régióban pusztítanak a szabadtéri tüzek. Július 27-ig ebben az esztendőben 1571 tűzesemény történt, és ebből több mint a kétharmada, közel 1200 szabadtéri tűz következett be a megyében, és körülbelül most július végén, augusztus végi, szeptember elejé állapotokkal tudunk találkozni a környezetünkben, a természetben, hiszen annyira csapadékszegény, annyira asszályos az időjárás, hogy a növényzet a nedvességének jelentős tartalmát már elveszítette, nagyon nagy a száraz vegetációs mennyiség. Nyilván ez előfeltétele is, illetve kedvez annak, hogy ha kialakul egy tűz, akkor az minél gyorsabban tud terjedni, tovább terjedni, és minél nagyobb lesz a égő tűzfelület. Hétfőn is akadt dolguk a tűzoltóknak. Nagyecseden 200 méter hosszúságban égett a vasúti töltés mellett a száraz fű, amelyet a Máté Szalkai hivatásos és a nagyecsedi önkéntes tűzoltók oltottak el gyors sugarakkal és kézi szerszámokkal. Tiszabercelen 200, Baktalórendházán és Nyírkáltán 500, Nyíregyházán 1000 négyzetméteren kapott lángra a vegetáció. Nyírmadánál 5 hektáron égett foltokban erdő ajnövényzete. A beavatkozó kézi szerszámokkal, puttonyfecskendőkkel és gyorssugarakkal számolták fel a tűzeseteket.